estét kívánok, ez a Licit, a heti tévé műkereskedelmi magazinja. A mai adás helyszíne a Pest-Budai árverezőház. Az életrajzában mikorra tenni azt az időpontot, amikor a papír régiségek elkezdték érdekelni? Gyerekkor. Egyértelműen gyerekkor, hiszen most már kiderült, hogy honnan ez az alkalmazott grafika utáni őrületem. Gyerekkori mesekönyvekkel indult, aztán természetesen, mint minden gyerek, fiúgyerek gyufacinkét, lánygyerek szalvétát. Egyébként a komolyabb gyűjtés az a bélyeg volt. Ez mind alkalmazott grafika, és ezt nagy szeretettel gyerekkoromban már műveltem, tehát innen indulhatott. Mindenki képeslappal és gyufacímkével, meg szalvétával kezdi? Képeslappal kevésbé. Abban a korban, a 60-as években, ugye 52-es vagyok, 60-as években a gyufacímke szalvéta volt. Később jött a képeslevelező lap és a lapnaptár, ami még papír. Mi volt ez a lapnaptár? Hát ezek a kis, ma is van a zsebedben szerintem egy ilyen lapnaptár, a éves, ezért a kis kártyanaptár, lapnaptár. Az nagyon-nagyon komoly reklámhordozó volt. Nagyon sok olyan reklámhordozó volt, amit ma már ugye nem használunk, de abban a korban, a 60-as, 70-es években hihetetlen módon. Ja, én úgy hívtam, hogy kártyanaptár, nem lapnaptár. Mondjuk egyre emlékszem, szimfónia cigarettára, ezt már nyugodtan mondhatom, mert már nem létező márkáról van szó. Ha még az a pár tízezerről, amire még emlékszünk, majd is előveszem a képanyagot, akkor igazából szerintem ma már ugyanúgy történetiségben bele lehet mutatni kiállításra való műtárgyak, papírműtárgyak. És az mikor jött el, hogy hát ezzel kéne foglalkozni, ebből kéne üzletet csinálni, ebből kéne megélnem? Hát az fogalmam sincs, mert igazából én profi sportolóként úgynevezett sportálásban voltam. Milyen sportágban? Vízilabdáztam, és azért hagytam abba a profi sportot az egyik napról a másikra, mert nem hagyta, hogy hétvégén a bőrzékre el tudjak jutni. És ott tulajdonképpen ez a gyűjtőszenvedély, hogy a bőrzéken kiállításra legyek hétvégén, ez egyértelműen meghatározza a jövőképet. Azután pedig, miután elhelyezkedtem mérnökként, villamosmérnökként indultam, mérnökként a Budapesti Rádiótechnika gyárban, és a szerkesztőség, a mérnöki szerkesztőséggel szemben a nyomda volt, és többet voltam a nyomdában, mint a szerkesztőségben, megkérdezték, hogy nem akarok inkább nyomdát vezetni, és az igazság, hogy át is vettem ezt a szakmai területet, és ott a BRG-ben átvettem a nyomdavezetést, elmentem tanulni, újra papír, újra nyomdászat, na innentől kezdve aztán nagyon gyorsan következett be az, hogy minden a papír körül mozgott. Akkoriban mi volt a sláger a bőrzéken? Hát a bőrzéken igazából én az elején, és ma is az értékegytan az én nagy területem, a történelmi segédtudománya, amit tulajdonképpen most alakítottunk ki, a papírpénz. Tehát a bőrzéken, a nőzete bőrzéken, a papírról beszélünk, akkor a papírpénz. A millpengők, meg a hát, adópengők, meg azt ezek? Most ingyen adok a gyerekeknek, de abban a korban is már azért inkább a ritkább pénzek, és nagyon kevés gyűjtője volt a papírpénzeknek, a szükségpénzeknek, a pénztárjegyeknek. És aztán egyre több és több értékjegyet fedeztettem fel a többiekkel együtt, jött a sorsjegy, aztán jöttek az illetékek, adóilleték, kötelezettségek, aztán jöttek a termékjegyek. De nem akarom sorolni, mert az egy több órás előadás, fönt van az interneten. De az most megütötte a fülemet, hogy jöttek a szükségpénzek, azok mik voltak? Úgy jöttek, hogy mind előjött, mind gyűjtési terület, a legritkább értékjegyek egyik típusa. A szükségpénz, hogyha vele gondolsz a háborús korszakokban, amikor a apró pénz fém része többet ért, mint az apró pénz, ezért az eltűnt. Eltűnt az apró pénz, ezért pótolni kellett. Egy ideig ugye nem adtak ki, erre mit csináltak az emberek? Elkezdték a nagy pénzt fölszabdalni, földarabolni szó szerint. Hát ez a háborús időszak. Félbevágtak a millpengőt. Négy részre a koronát egyebek. Na, a lényeg az, hogy nagyon gyorsan pótolni kellett az apró pénzt. Aki nem tudott visszaadni valami módon, például hol volt apró pénz, újságárusnál, vendégrökbe, egyebekbe, fűszercsemege kereskedésekbe, fogott egy cetlit, ráírta, hogy 10 fillér, aláírta, lepecsételte,
később ezt nyomtatta, és kialakult a szükségpénz. És ezzel lehetett vásárolni? Ez nagyon aranyos volt a szükségpénz, mert tulajdonképpen több funkciója volt. Egyrészt csak ebben lehetett apró pénzt visszaadni, vagy kapni. A kettő hatalmas reklám hordozó volt, mert azt a szükségpénzt csak azon a helyen lehetett beváltani. Harmadik részt a boltosnak egy nagyon jó kis tőke tulajdonképpen csoportosan ez, mert a pénzt azt be lehetett rakni a bankba, mert csak az apró, ezt ilyen papírokba ki lehetett adni. Tehát a negyedik pedig, hogy elveszett, akkor abszolút nyeresége volt. Nagyon jó pofa dolog volt ez a szükségpénz. Mire észrevették, hogy ebben foglalkozni kellene, de bocsánat, csúnyán mondom, hogy háború, mert a szabadságharcban a 48-as időben ugyanez történt a fémpénzekkel, ott meg az ez is tartalma miatt még a nem csak apró pénz tűnt el, vagy a Kossuth időszakban kiadott pénzek. Abban a korban ugyanúgy háborús helyzet volt, elszigetelődés, pénzhiány, és a városok, intézmények adtak ki ilyen szükségpénz már 48-49-ben. A papír égiségek egyik nagy sztárja a részvény. A részvények a Kádár korban megbújtak a különböző ládafiákba, vagy pedig a börzéken már részvényekkel is kereskedtek? Hát az igazság, hogy nagyon érdekes volt, mert akkor én nagyon komoly gyűjtője voltam már ennek az értékjegy típusnak is, és hirdetést is adtam föl én és a Munkásmozgalmi Múzeum. Mi ketten gyűjtöttük. A Munkásmozgalmi Múzeum gyűjtött részvényt? Volt, így van, annak náluk volt egy nagy részvénygyűjtemény, ami később most már a Magyar Nemzeti Múzeumba került le, tehát legújabb koriban, aztán a Magyar Nemzeti Múzeumba, de mindkettőnket letiltottak, tehát hirdetni nem lehetett, ugye az akkori törvény azt mondta, se régi, se új értékpapírral foglalkozni nem illik, de azt nem mondom, hogy üldöztek volna, tehát azt hagyták, mert az Értékforgalmi Bank folyamatosan vásárolta fel a magánemberektől a felbukkant ládafiából, padlásról, egyebekről felbukkant pénzeket, és ha nem is hiszük el, de én tudom, és adták el külföldi kereskedőknek, mert meg külföldön ez a gyűjtés megindult. A részvényeket vagy a papírpénzeket? A részvényekről beszélünk most, tehát a részvényeket. Tehát a Értékforgalmi Bankon keresztül vásárolták fel 40-50-100 forintos nagyságrendekre, ezt azért tudom, mert a közlekedési múzeumnak volt egy hatalmas anyaga, és nem tudott vele mit kezdeni, tehát nem duplikált, hanem ilyen köteg anyag, és kérdezte az antikváriumokat, hogy mit lehet csinálni, és akkor mondták az antikváriusú szakemberek, hogy 40 forintért vagy adják, vagy tegyék a belépő mellé. És akkor volt, amikor azt mondtam, hogy mától kezdve nincs 500 forint alatt részvény, mert én 300-ért megveszem, de 500 forint alatt nem lehet részvény. És akkor elég sok jött hozzám ezzel a... És aztán cseréltem is rengeteget, végül is a közlekedési múzeumban fölajánlottam nekik a csere lehetőséget, ők elfogadták, nagyon sok cserét vittem be a múzeumban, ugyanúgy a Nemzeti Múzeumban, bocsánat, akkor még Munkásmozgalmi Múzeummal is volt ilyen jellegű gyűjtési kapcsolatunk, tehát nagyon komolyan gyűjtöttük együtt. Ma vannak még börzék? Mindenhol és mindenkor, igen, és mindenféle. Tehát ez van. Az egész papírégiség piac, ez nem korlátozódik néhány árverező helyre? A németek úgy nevezik, hogy Alessaus papírbörze, szó szerint, és ott tényleg a különböző bíder képektől kezdve a papírpénzeken keresztül, főleg a, tehát természetesen a legnagyobb terület ma is a képes levelezőlap és a papírpénz. Még kevésbé alakult ki ez az értékegy, de azt már nem mondom, hogy a szükségpénz nem. Nagyon komoly katalógusok jelentek meg, és azóta pedig, hát most már nem csak ilyenekről jelent meg katalógus, hanem a magyaroknak, és máshol nem, a magyaroknak köszönhetően főleg Hodobay Andornak, és hát vele együtt nekem, olyan jellegű értékpapírokról, értékjegyekről is vannak már katalógusok az adóilleték vonalon, ami hihetetlen váltók, és a többiek. A képes lapokban csak az az értékes, amire nincs írva, vagy az is értékes lehet, ami valakinek ez egy teljes, meg lett címezve? Ez egy más terület, az a kézirat jellegű. Az, hogy most kézirat jellegben hogy nézzük meg, nekem is van nagyon kedves kézirat gyűjteményem, hogy Telsászki Józsi Jenő írt rajta, vagy Edvin és Aladár bácsi, tehát ezek az más jellegű. A képi részt nézzük, mert a képes levelező az egy forrásértékű helytörténeti szempontból és művészettörténeti szempontból is.
Hát igazából szerintelenül, hogy mondjam azt, hogy első értékpapírárverés, első képeslapárverés, az első papírigészség árveréseket én követtem el azért, hogy megmozduljanak az anyagok. Egy csomó mindennek azért értékítéletet adtunk. És ugye most már nagyon sok mindenről beszéltem, de amit mögöttem van, vagy legalábbis valamennyire látszik a plakátokról, vagy a reklámgrafikának például a számoló cédula és egyéb terméről hihetetlen mód felfutott, és ma már óriási trendje van. A számoló cédulák is érnek valamit? Vagy tulajdonképpen, ahogy az imént említette, hogy alles aus papír, tehát minden, ami papír, azt érdemes megőrizni, senki ne dobjon ki semmiféle papírt, amit otthon talál? Hát sajnos én így vagyok vele, kérdezem meg a nejemet, szegény, azt a tonnaszám tartjuk a papírokat, de tulajdonképpen úgy kezdem, amikor a már meglévő Magyar Papírmúzeumban elkezdem a kiállítás vezetésemet, hogy úgy tessenek nézni minden egyes papírt, hogy bármilyen papírra ránéz, az alkalmazott grafika. Tehát ez mindegy, mert maga papír vagy a vízjele, ha megnézi, már abban is az vonalas grafika, ha betűket néz, ha tipográfiát néz, minden alkalmazott grafika, és ha jól megnézi, egy esztétikai élményt ad. Na most, ha erre azt mondom, hogy számoló cédula, amiben kőnyomatos, gyönyörű grafikák vannak, ugyanannak a reklámgrafikának a képi esztétikuma, mint hagy mondjam, hagy soroljam föl akkor, hogy méretarányosan reklámbélyeg, számoló cédula, képes levezelap, villamos plakát, nagy plakát. És néha ugyanaz a rajz is, de néha eltérő rajzok, tehát valami csak számoló cédulán jelent meg egy grafikai rajz, művészi grafika, és itt tovább órákat lehetne beszélni róla, és imádni lehet. A plakátok mikor kezdték érdekelni? Hát az egy nagyon aranyos történet. Tulajdonképpen ugye akkor én már gyűjtő voltam, kamasz emberke, 13 éves lehettem, ezt azért tudom, mert tudom, hogy melyik plakát volt, amit akkor vettem, tehát a 60-as években, és Andrássy úti fiú, erkélyes lakással, sokat voltam kint az erkélyen, és jobbra mellettünk egy hirdetőoszlop volt. És 13 éves koromban jutottam el oda, illetve lett akkor a merészségem, hogy lemegyek a plakátragasztóhoz, miután tapasztaltam, hogy neki biztos, hogy nem egy plakát van abban a kis tartójában, hanem biztos, hogy elszúr néha a felragasztásnál, és megkérdeztem, hogy hát vehetnék-e tőle plakátot. És mondta, abszolút természetes, és 20 forintért bármikor vehetem onnantól kezdve tőle plakátokat, amit ragasztott föl. Teljesen mindegy, hogy ki csinálta a plakátot, milyen méretű volt. Abszolút, 20 forint volt az egységára, és én akkor a zseppénzem nagy részét erre költöttem. És hát hova teszi az ember, mert ezt a legnehezebb gyűjteni, ezt tudjuk, mert most már felnőtt fejjel is, bár sok szép plakátom van, de én is visszatértem a villamos plakátra, mert ez lapozható, berakható tokba, hát hova tehettem, egyetlen egy volt a ágynemű tartóba. Szépen gyűltek, jó kis vaskos részlet. Aztán sajnos az embernek bizonyos korszakai vannak, ugye kamaszodás, meg az egzisztenciális fejlődés között, hát akkor elfelejtés, akkor a papír helyett jönnek a lányok, családalapítás, stb. Közben anyukám kidobta az egészet. Na most nem is haragudtam rá anyukámra, hogy azt hitte, hogy innentől kezdve már nem lesz komoly. De direkt benyúlt az ágynemű tartóba, hát, kivette és kidobta? Hát gondolom el kellett rakni konzervet, egyébként stb. Tehát befőzés volt. És annak jobb helye volt a kovászos uborkának, meg a barack befőttnek az ágynemű tartóba? Úgy látszik, nem emlékszel rá, de ezt be kellett rakni plédbe, egyebekbe, és ott állt a konzerv, amíg leült, és ott kellett melegíteni. És úgy látszik, nagyon sokat tett el, mert ugye több ágynemű tartó volt, de úgy látszik, az enyémre szüksége volt. Nem haragudtam rá. Ma már fáj a lelkem, mert pontosan sejtem, hogy melyen plakátok voltak. Voltak olyan emlékezetes plakátok, ami tényleg nagy kár, hogy a szemétbe került? Minden, nincs olyan hogy nevezetes plakát, ami kár, hogy a szemétbe kerül. Az én számomra mindegyik kár, hogy a szemétbe kerül, tehát nincs olyan plakát, amit én ne sajnálnék. Nem tudom most felsorolni, hogy mi, de akkor vettem egyébként olyat is, amit ma nem vennék meg, tehát semmi pénzért. Nagy kurva konyak plakátot, azt kasíroztam föl a falra, és amögött volt a mini üveggyűjteményem. Na mindegy, ez nem papír, az egyetlen, ami nem papír. De azután, hogy ez az egész gyűjtemény gyakorlatilag megsemmisült, újra kellett építeni mindent? Igen, azt természetesen. Akkor én még nem is foglalkoztam, mert ugye nagyon erősen bennem volt a papírpénz, az értékjegy, bennem volt a képes levelezőlap, filatéliáztam is, tehát komolyan foglalkoztam tovább a gyűjtés területen, és a plakát egy kicsit
eltávolodott tőlem akkor, amikor ugye eltűnt, mert ugye nagy méret, lát, még anyukám is kidobta, mert nem lehet vele mit kezdeni, és aztán szerencsére megtaláltam a villamosplakátot és a villamosplakát méretet, nagyon komolyan foglalkoztam vele, és aztán barátommal... Miért hívták ezt villamosplakátnak? Azért, mert a kocsiban pont annyi hely volt a kapaszkodó és a menyezet között, hogy oda befért egy ilyen sínen egy csomó plakát? Tulajdonképpen busz és villamosplakátnak is lehetett volna nevezni. Hogy alakult ki a mérete, már a 20-as években voltak majdnem megfelelő, pontosan, ugye ma a villamosplakát 24x17, és a 24x17 azt jelentette, hogy valahol volt egy 25 cm széles tartó. De a 47-es alumínium busz vázában már be van építve az ablak fölé, tehát akkor már ott volt. A régi villamosokban, amik egyébként mentek az 50-es, 60-as években, pedig beépítettek az íves fatartók közé ezeket a 25 cm keskenységű vagy szélességű plakáttartókat. Így alakult ki a 24x17-es, vagy a duplája, mert fekvőben dupláját is találunk, nagyon sok szép dupla plakáton van, ami ugye a 17-nek a 34x24-es mérete lett. A villamos plakát az ugyanannyit ér, mint egy normál méretű plakát? Vagy a plakátok között is jelentős különbség van a méretek miatt? Ha most egy árat gyorsan mondok, Modiano, Berény most érte el a világon az egyik legmagasabb plakát árat, ez a Berény Modiano plakátja, ez a Modiano, ez a cigarettapapír plakátja. Nem akarom, hát mondhatom, hogy hát... 16 milliónál is többet ütöttek, lesz 30-valány ezer font volt. 37.500 font volt egész pontosan, Krisztinél 2015. november 5-én. Jelenleg ennek a kis plakátja, ami nekem is van, tehát ennek a kisméretű plakátja és eredeti akkori nyomás, stb., ennek az értéke 60-70 ezer forint, tehát a közelében nincsen. De ezzel azt mondjuk, hogy a londoni leütési ár az egy irreális ár volt? Az egy irreális ár volt. Nem azt mondom, hogy nem azt tartom a legjobb, legszebb magyar plakátok egyikének, és hogy ugye mert a Modianóról, ha már beszélünk a Modianóról, ugye ez egy olyan cigarettapapír volt, ami akkor a mindennapi élethez hozzátartozott. A világban terjesztették. A legnagyobb marketingje a Modianónak volt. A világon mindenhol iszonyú sok reklám készült a Modiano cigarettapapírról. A magyarok is nagyon sokat készítettek, és hát egész jól sikerültek ezek. Na most ez az, ami úgy nevezik, hogy nemzetközi gyűjtés, mert nemzetközi motivumról van szó. Tehát ezt most nem a Berényt is ismerik, meg a Bortnyikot, meg a Bir, de itt nem csak a magyar plakát, hanem maga a Modiano is egy nagyon jó magyar plakát összessége volt. De ezt a Modianót Berény is plakátra vitte, meg Bortnyik is plakátra vitte, meg még és még 30, jó néhányan. Én 30-valahánynál tartok a magyar művészek között, Molnár Cépától kezdve, sorolhatnánk föl Kónya Zoltán, nem akarok most nevetni. De miért pont ezt a cigarettapapírt? Mert ők kérték. Volt Janina cigarettapapír is, meg van, mindenféle. Utána már a Diadal, meg a Janina utána szintén megfelelő reklámot kapott. Hogy mondjam, a cigarettapapír akkor egy olyan termék volt, aminek nagyon nagy volt a reklámtartalma, mármint a pénz, nagyon sok pénzt belefeszültek a reklámba. Ma is vannak ilyen termékek, de most azokról ne beszéljünk, mert... Az, hogy ilyen kaliberű festők, mint Bortnyik vagy Berény beszálltak a plakát illusztrátorok közé, az tulajdonképpen csak egyenes folytatása volt annak, hogy annak idején Benczúr Gyula csinálta az első magyar plakátot, meg Ferenczi Károly is, meg Ripróna is hát készített plakátokat. Így van. Nem szálltak be. Azért abban a korban a művészek a megélhetés mindent csináltak. Én akkor lettem igazán nagyon komoly gyűjtő és megszállott, amikor fejléces számlán vettem észre olyan művészt, vagy amikor a Rigre Józsi Ede papírnevű gyáros Kőnyomdai Műintézetében találtam egy fotót, ami egyébként többször ki lett állítva, az első sorban a köveknél, ugye nagy köveken rajzoltak ezekre a litókövekre, Helbing Ferenc, az Iparművészeti Iskola grafikai tanszékén tanár. Akkor jöttem rá, hogy ha nincs is szignálva, de ha jó a munka, hihetetlen milyen művészek lehetnek mögötte. Nem biztos, hogy beazonosítjuk, de hát magát a munkát is szerethetjük anélkül, hogy tudnánk a művésznek a nevét. Tehát akkoriban ez egyáltalán nem volt mai szóval mondva ciki, hogy mondjuk egy Bortnyik, vagy egy Berény, vagy egy Ripronai plakátokat csinál. Hát abszolút nem, mert azért legyünk őszinték, Bakos Katalin írta valahol, hogy
a művészeted az utcára. Tehát a művészet kiment az utcára, legyünk őszinték. Tehát azok az emberek, akik nem jártak múzeumba, vagy nem, azok a plakátokon, alkalmazott grafikai nyomtatványokon keresztül ismerték meg az ő munkásságukat. Nem, hát ez, én mindig azt mondom, hogy ez a legszebb dolog a világon, hogy a mindennapi életünkben találkozunk vele. Hát, hogy milyen erejű volt a magyar plakátművészet, azt mutatta az Iparművészeti Múzeumban megrendezett kiállítás, ahol olyan fantasztikus plakátok voltak, magyarok által rajzolt és készített plakátok, amelyek a legjobb nyugatiakkal vettekedtek, és hát volt egy csomó olyan név, akit az ember nem is ismert, hogy valaha csináltak jó plakátot. Jelenleg ma is úgy van, hogy van egy csomó név, amit nem is ismerünk, de mint plakátművész, igen. A magyar plakát, én elfogult vagyok. Minden, ami magyar, azért én elfogult vagyok valamilyen szinten, de ebben nem kell különösebben ezen gondolkodni, hogy a magyarok a legjobbak, vagy a legjobbak közé való. És ez, hogy bebizonyítani, tulajdonképpen a Hans Sachs Arver is bizonyította be. Hans Sachs volt a Das Plakat nevű újságnak az alapítója és a főszerkesztője, és 20-as években folyamatosan jelentek meg ezek a számok havonta, és minden művész a Hans Sachsnak küldte az anyagot. És ha megnézzük a Das Plakatnak az összes illusztrációját, hogy mennyi magyar művész szerepelt egy német által válogatott anyagban, akkor rájövünk, hogy a nemzetközi szinten is hihetetlen jól állunk. És annél még nagyobb csúcs, amit én észrevettem egyszer, hogy találtam egy fotót, hogy a Hans Sachs egyik irodájának falán Kozma Lajos plakát. Tehát a csomó nagyok között. Tehát nagyon értékelte ő. Hát Bírónak jó barátja volt, Bíró Mihálynak jó barátja volt. És tehát ő nagyon sok plakátot látott a nemzetközi és főleg európai szinten, és nagyon jól válogatott, és tele van magyar válogatott, hogy honnan tudjuk, hogy tele van, nincs annyi fotó. Onnan, hogy már két árverése volt a Hans Sachs gyűjteménynek, és abban meg tudjuk mutatni, hogy hány magyar, több mint 150-200 plakát volt benne magyar. Mi a trend ma a magyar plakátok között eladást vagy aukciókat tekintve? A filmplakátokat, a háború előtti plakátokat, a szociál plakátokat, vagy mit vesznek leginkább? Ebben a sorrendben a következő a probléma. Az a helyzet, hogy ha azt kérdezzük, hogy minek van értékben a legmagasabb értéke, akkor láttuk, hogy a 20-as évek deko, art deko, a letisztult korszakok, hihetetlen ez az art deko korszak árban. De a 19-re beszélünk, a Bíró 19-es, ami szintén ilyen 20-30 ezer, UIC 20-30 ezer dollárokért megy el, akkor azt is lehetne mondani. Ha pedig stílusban, művészeti stílusban, tematikában, az a gyűjtőtől függ, végtelen a területe. De a felsorolás az jó volt valamilyen szinten, mert ma még egyébként, ha korszakokról nézzük, van, aki ugye még mindig a szecessziót ugye szereti, tehát a korai századfordulósakat, az Art Deco ugye az egész világban. Na most ezen belül pedig van olyan, hogy a sí témában külön árverés van, tehát ami sí motívum, vagy a síjelés, általában idegenforgalmi plakátokon, külön árveréseket csinálnak, őrület van, hogy miért, az fogalmunk sincs. Ez a gyűjtőnek a dolga, hogy meghatározza, és az, hogy van szociált is keresik nálam, vagy most a popárt, a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, a popárt, Keményék és a többiek hihetetlen módon mennek föl, vagy hogy többé adok el egy Mahart plakátot, vagy Malév plakátot, mint egy korai háború előtt itt, hát ennek megint a tematika, hogy repülő, hajó téma, egyébként szintén jó, mert ebben a korszakban főleg a Máté és a többiek olyan gyönyörű plakátokat csináltak, amit egyébként az amerikaiak is oda vannak érte, tudom, mert adtam el nekik is. Honnan kerülnek még elő plakátok? Hát igazából a nagy gyűjteményekből sajnos, és ez a sajnos azért mondom, mert nekem is a barátom, akivel együtt csináltuk, dr. Kisvárdi Péterrel, neki volt egy plakátarchívum a Cegléden, és ő volt egyik legnagyobb kutató, együtt csináltuk, de igazából ő a kortárs művészettel és a kortárssal sokkal komolyabban foglalkozott, és hát gondolom a beszédből kiderül, hogy meghalt, és a gyűjteménye piacra került. Tehát a gyűjteményekből
de igazából vettek elő már hajtogatott anyagban, mert ugye, hogyha összehajtogat, amit én el nem tudnék képzelni, de ha, hogy könnyen el lehessen pakolni, hát összehajtották a plakátot, ilyen hajtott anyagból rengeteg helyről még előjöhetnek, ahogy szokták mondani, művészhagyatékokból, nyomdászhagyatékokból, tehát ahonnan származik, és gyűjtőhagyatékból. Na most a gyűjtések kapcsolatban, hagyj kérkedjek egy kicsit, nem magamról, hanem hogy ugye Bakos Katalin is mondta, hogy már 1898-ban a kiállításot rengeteg magángyűjtő adott anyagot, 1898-ban, és az egyetlen, akit ő megemlít nagy gyűjteményt, ami nyilvánosan került a Magyar Nemzeti Galériába, az a Bedő Rudolfé volt, ő sajnos a névrokonom csak, de ő egy hihetetlen nagy gyűjtő volt. És akkor fejezzük be ezt a plakátkalandozást azzal, hogy hát van egy papírmúzeum Magyarországon, amiről nagyon kevesen tudnak. Hát mert tavaly szeptemberben nyílt, és ami miatt egy kicsit csendesebb ez a Magyar Papírmúzeum, hogy Dunaújvárosban van. Dunaújvárosban egy nagy vállalkozó, méghozzá egy nemzetközi nagy vállalkozó, persze magyar gyökerekkel adott pénzt nekünk arra, nem adott pénzt, hanem fölépített egy 1000 négyzetmétert nekünk a látogató központjában, és ott az első szinten, ez egy papírgyári szinten, ott nekem 11 termen van csak a papírra, de nem a plakát, hanem minden papírra. Na most ott a teljes papírműtárgy típus megtalálható, érdemes megnézni, de ha már beszélünk is, hogy a plakáthoz kapcsolódunk, azért erős a plakát kapcsolat, mégis holott csak kis plakátokat tettem ki a tálókba, mert biztos, hogy fogok Dunaújvárosban legalább 3 plakátkiállítást, hát úgy mondom, hogy dolgozom rajta, hogy megvalósuljon, de ha nem, akkor magam megcsinálom. Egyrészt a Dózsa moziban egy filmplakátkiállítást, nálunk bármelyik korszakról, és miután most 17 van, én úgy gondoltam, hogy érdemes lenne, menjünk vissza fél évszázados múltba, 67 az egy gyönyörű korszak, 67-et vagy jövőre a 68-at megcsinálni, illetve egy remélem, hogy kapok helyet, mert annál jobb díszlet, mint Dunaújváros, szerintem nincs erre az 50 év, 60-as évek bemutatására, egy olyan helyet, ahol egy általános az évre vonatkozó teljes körű kiállítást bemutathatunk. Önök a Licitet, a Heti TV műkereskedelmi magazinját látták. Viszontlátásra egy hét múlva.